és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására is készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük fennállva. A 329. számú dicséretünk második verszakát, amely így kezdődik: nem éltem, még a föld színén, de értem, hogy megszülettél. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. S imád, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Gyülekezetet fogadjatok a helyét. A keresség szereztetés igéje, így hívja ezt a teológiai nyelv, amit Jézus Krisztus a tanítványoknak mondott, vagy adott át, mielőtt valóban mennyi dicsőségébe távozott volna. Nagyon sok szó, nagyon sok gondolat és nagyon sok üzenet van ebben a három rövid versben, itt a Márki Evangéliumának a végén, és nyilván nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de ma tulajdonképpen csak egyetlen egy dologról szeretnék beszélni, ez pedig a szövetség. Ugyanis akkor, amikor megkeresztelünk bárkit, akár egy kisgyermeket, akár egy felnőttet, akár már egy idősebb ember, ma már mindenre van példa, ugyanazt fejezzük ki a hitünkkel, vagy ugyanaz a tartalom jelenik meg a hitünkre nézve, hogy hiszük azt, hogy Isten az emberrel együtt akar élni. Ez pedig a teológiai nyelv a szövetség szóval fejezi ki, vagy a szövetség szóval adja át. Lehet, hogy ma, nem tudom, kapcsolatszónak tudnánk fordítani, együttélés, egybetartozás, összetartozás, tehát sokféle szinonimát lehetne felsorolni, hogy mi az, ami itt a szó mögött a tartalomban megjelenik, de itt egy a fontos, hogy az Isten akar valamit, az Isten szándékozik valamit tenni, és ezt fejezi ki aztán a keresztség rítusában, vagy a keresztség sákramentumában. Az, hogy az Isten az emberrel együtt akar élni, ez nem Jézus Krisztus találta ki. Tehát ezt nem ő hozta el a világba, vagy nem ő kezdte el hirdetni, vagy nem ő kezdte el mondogatni, hogy hát de jó lenne, hogyha most már másképp történnének a dolgok, hanem egyfajta visszatérés. Tehát akkor, amikor Isten megteremtette ezt az egész világot, és a hatodik napon olvasunk arról, hogy megteremtette az ember, akkor azt fejezi ki Isten a maga szándékában, a maga, mondjuk így, a teremtői, alkotói tervében, akaratában, hogy az ember kapcsolatra teremti. Jökösi Endre fogalmazta ezt ilyen nagyon idegenül hangzó, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ismerős kifejezéssel, hogy az ember
nem csak homo sapiens, vagy homo sokféle dolgot lehet is sorolni, hanem az ember elsősorban homo relationis, azaz kapcsolatra teremtett ember. És Istennek ez volt a célja, amikor az embert megteremtette, hogy a kapcsolatban éljen vele az ember, és Isten együvé tartozik egy kapcsolatban, egy szövetségben van a helye. Aztán, hogy olvasunk nem sokkal később a teremtés után arról, hogy ez a kapcsolat, ez a szövetség megromlott, valahogyan a bűneset által, hogy azt adja elég a Biblia, hogy teljes mértékben megszakadt, és nem volt az Isten és az ember között olyan kapcsolat, amit mondjuk így, hogy közeli, vagy bensőséges, vagy szövetséges kapcsolatnak lehetett volna nevezni. És ezért kellett aztán Jézus Krisztusnak eljönnie, hogy ezt a hidat mondjuk így a két szakadék között megalkossa, hogy legyen átjárás, hogy legyen átjutás az egyik oldalról a másik oldalra, az emberek oldaláról, aki akar, átmehessen oda, ahol az Isten van, az Isten jelenlétébe léphessen, az Isten közelségébe léphessen bele. Akkor, amikor Jézus kiküldi a tanítványait, akkor tulajdonképpen munkatársként tekint rájuk, és azt mondja, hogy én megszereztem, megácsoltam ezt a hidat, ott van a szakadék két része között kifeszítve, át lehet rajta jutni. Ez nem egy bizonytalan híd, ez nem egy összeomló híd, ez egy nagyon is biztonságos híd. Aki át akar jutni az Isten közelébe, az Isten jelenlétében, át lehet jutni. De ezt el kell vinni mindenkinek, el kell mondani mindenkinek, hogy van egy híd, van a Jézus Krisztus hídja, vagy hogy néha szokták ábrázolni a Jézus Krisztus keresztje, amely átér ezen a szakadékon, és át lehet rajta menni. És ez a mi feladatunk, és az a mi felelősségünk, hogy mindenkinek, minden népnek, ahogy itt írja a Biblia ige is, hirdessük, eljutassuk az információt, eljutassuk ezt a nagyon drága dolgot, hogy lehet az Istennel együtt élni, lehet az Istennel kapcsolatban élni, lehet az Istennel szabadságban élni. És ez nem a mi munkánknak az eredménye, hanem ez a Jézus Krisztus munkájának, váltságának az eredménye, hogy van híd a szakadék két partja között is átmenekülünk. Akkor, amikor megkereszteljük egy gyermeketeket, vagy amikor korábban kereszteltünk bárkit, aki most itt van közöttünk, a mai Isten tiszteletben a gyülekezetben, ugyanezt helyezzük ki, és ugyanezt hirdetjük meg, hogy van út, van átjutás, van az Isten közelében való helyünk, Isten jelenlétében való helyünk Jézus Krisztus által. Most, amikor gyermeketeket, kisfiatokat megkereszteljük, aki már nagyon izgul, úgy látom, hogy mi fog történni, akkor hitünk el a ti hitetekkel is, és a gyülekezet hitével is, és Jézus Krisztusban kapott hittel, ezt fejezzük ki, hogy az Isten helyet készített számára, és várja őt a saját szövetségében. Amikor az Atya Fiú Szentlélek szövetségébe kereszteljük, akkor ezt fejezzük ki, hogy hiszünk benne, hogy neki ott helye van, és az Isten őt ismeri, szereti és fogadja. Amen. Kedves testvérek! Most mindenkit arra hívok, hogy fennállva halljuk meg a hitünket, és mondjuk el együtt apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriában, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Hitvallás tételetek alapján két kérdést intézek felétek, szülők és keresztülők, amire kérem, hogy válaszoljatok hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében, a keresztény anyaszentházban a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, felejétek hangosan, akarjuk. Ígéritek el a gyermeketeket, mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy
hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejtet hangosan ígérjük. Most pedig titeket kérdezlek, érdigeti gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék. Ha igen, felejtek hangosan, ígérjük. Foglaljuk el helyünket, és hagyjunk hálát Isten teremtő és megtartó kegyelméért imádságban. Mennyi édesatyánk, egy szívvel és egy lélekkel jövünk eléd, és téged magasztalunk és dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy a te szereteted az, amely az életet teremti, és a te szereteted az, amely az életet meg is tartja. Így adunk hálát azért a kisgyermekért, aki most itt lehet közöttünk, akit megteremtettél, akiről gondot viseltél anyaméhen belül, szülés közben és azt követően is, és így adunk hálát azért a családért, aki körbeveszi őt, aki szereti őt, és aki neveli őt, és aki vezetni kívánja őt úgy, hogy megismerhessen téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindaz, amit eléd hozunk Krisztus nevében, az kedves előtted, és így hozzuk eléd Krisztus nevében ennek a gyermeknek az életét, és kérjük Krisztus nevében azt, hogy legyen gondod rá ezután is, és vezest őt élete útján, hogy valóban útjai keresztezzék a tiédet, megismerhessen téged, megszerethessen téged, és veled együtt élhessen. Urunk Istenünk, ahogyan hálát adunk neked azért a gyermekért, és hálát adunk a családért, ugyanígy jövünk most elérünk, és hálát adunk a gyülekezetért, ahova ő is tartozhat most, és megköszönjük a te atyai gondviselésedet a gyülekezet fölött. Bár sokszor nem veszük észre az apró kis csodákat, de mégis tudjuk, Urunk, hogy mind az életünk, küldetésünk, szolgálatunk egyedül te tőled függ, és így jövünk eléd, hogy a szavaink ne üres szavak legyenek, hanem valóban mindent megtehessünk azért, hogy a családok, hogy kidehozzák gyermekeiket, az evangéliumot megismerhessék és befogadhassák. Légy ebben nekünk is tanítunk, mesterünk és vezetünk egyaránt. Imádkozunk tehát, Urunk, mind a gyermekért, mind a családért, mind pedig a nagy családért, a gyülekezetért, hogy mindenki te oltalmad alatt legyen, és úgy élhesse az életét, mint ismert és szeretett téged. Amen. Tamás, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tamás, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítson meg az Úr az ő arcát, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te rajtad és adjon neked békességet. Most pedig a gyülekezetet kérem, hogy a 134. zsoltár 6. verszakával kérjünk áldást gyermek és család életére. Gyermekeket most elbocsátjuk a gyermek megőrzővel.
testvérek, mi pedig helyünkön maradva hallgassuk Isten igéit, amit éppen szólít bennünket Ámosz próféta könyvéből. Több fejezetből fogok felolvasni, a másodikból és az ötödik fejezetből is. Hallgassuk figyelmes szívvel. Ámosz próféta könyvének második fejezetének hatodik versétől így szólít bennünket Isten igéje. Így szól az Úr. Három, sőt, négy vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár sarúért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják a fejükre, és elutasítják a szűkölködő ügyét. Apa és fia egy lányhoz járnak, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán terpeszkednek minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát visszánk Istenünk házában. Az ötödik fejezetből pedig halljátok meg ezt az ígét, sirató éneket mondok rólatok, Izrael háza. Elesett, nem kell fel többé Izrael szüze. Ott hever a földjén, nincs kifelemelje. Ezt mondja az én Uram az Úr, ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg. Ha százan vonulnak ki, csak tizen maradnak meg Izrael házából. Ezt mondja az Úr Izrael házának. Engem keressetek, akkor életben maradtok. Ne keressétek felvételt, ne járjatok Gilgálba, Bélsebába se menjetek. Mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, és életben maradtok. Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Aki a fiastyúkot alkotta, meg a kaszás csillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és sötét éjszakává nappat, aki szól a tenger vizének, és kijönti ezt a szárazföldre, annak neve az Úr. Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre. Isten tegye áldottá felolvasott ige szakaszt, gyertek, kérjük az ő szent lelkét, hogy segítsen bennünket abban, hogy meg is értsük ezeket a nehéz igéket, és élni tudjunk általuk, hajtsuk meg ezért fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megvalljuk előtted, hogy jobban szeretjük azokat az igéket, amelyek bátorítanak, és jobban szeretjük azokat a szavakat, amelyek megerősítenek bennünket. De amikor ítéleteddel találkozunk, akkor félelem vesz rajtunk erőt, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk. Bezárkózzunk, elzárkózzunk, vagy megnyissuk magunkat te előtted. Urunk, add a te szent lelkedet, hogy épülni tudjunk a mai napon is. Add a te szent lelked hatalmát, hogy ez az ige, amelyet most elénk adsz ebben a bibliai könyvben, ezekben a napokban, ne elbátortalanítson, ne elgyengítsen, ne fókuszvesztéshez vezessen bennünket, hanem megerősödjünk abban, hogy amikor ítélő Isten vagy, akkor is szeretetedből ítélsz meg bennünket. Mert szeretnéd, hogyha az életünk változna, és szeretnéd, hogyha az életünk a te dicsőségedre lenne. Ezért kérünk hát, Urunk, hogy szólj közöttünk, mert hallani akarjuk a te szódat. Amen. Kedves testvérek, a 225. számú dicséretünket keressük meg, és annak az 5. és a 6. versszakát énekeljük el az ige hirdetésre készülve.
hallgassuk meg azt az alapigét, ami alapján Isten szólni kívánnak közöttünk. Ámosz próféta könyvéből, az 5. rész 21. versétől olvasom, majd a 8. részből és a 9. részből szintén. Így szólít tehát bennünket Isten igéje Ámosz könyvéből, az 5. rész 21. versétől. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ha étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból adtok. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok nekem a pusztában 40 éven át Izrael háza, hogy közben királyotokat, szikuttot hordoztátok, és kijunt a csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek. Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkoszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek istene a neve. Majd a 8. rész 4. versétől: halljátok meg ezt ti, aki a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit, mert így beszéltek. Mikor múlik el az újholt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincstelenek pénzen, a szegényeket egy pár sarulyon, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sosem felejtem el, hogy miket műveltek. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus. Árad és apad, mint Egyiptom folyója. Azon a napon így szól az én Uram az Úr. Naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Minden derékre gyászruhát vetetek, minden fejet kopasszát teszek. Olyan gyászba borítom őket, amelyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Végül pedig a 9. részből. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, must csorog majd a hegyekről, folyik mindenütt a halmokról. Jóra fordítom majd népemnek, Izraelnek a sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetnek, és isszák azok borát. Kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket a földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt elkezdtük Ámos könyvét, vagy Ámosz könyvét olvasni a bibliolvasó kalauzunk alapján. Nem egy könnyű olvasmány, ezt azt gondolom, hogy mind a második, mind az 5., mind a 8. részből kiragadott néhány vers alapján éreztük mi is, hogy hát ez itt most elég nagy teher hallgatni ezeket a szavakat. Szinte végig ítéletes proféciák hangoznak el Ámosz könyvében, kivéve itt az utolsó verseket, amelyet szándékosan választottam a mai nap alapigéjeként. Azért is olvastam föl ezeket az utolsó verseket a 9. fejezetből, mert itt szólal meg az az ígéret, amely a jövőre vonatkozik. Egy olyan profécia, amely nem csak a zsidó népnek volt ígéret, hanem ígéret a mi számunkra is, mert a keresztény reménységünket táplálja és erősíti. Ámosz könyve tehát nem csak a sötét valóságot mutatja meg, hogy milyen egy igazságtalan vagy istentelen társadalom a maga helyén, hanem meghirdeti a sötétség végét is, amikor Isten újra meggyógyít mindent és mindenkit.
Erről a gyógyító Istenről szeretnék ma beszélni a 9. rész alapján. Hogy amikor most következő napokban végigolvassátok Ámosz könyvét részről részre, napról napra, ne csak az ítélkező és ne csak az pusztító Istent lássátok magatok előtt, hanem lássátok benne a végül mindent és mindenkit meggyógyító Istent is. A szavak különböző nyelvekben mást és más többlet jelentéssel rendelkezhetnek. A reformátusok egyik kedvelt, vagy mondjuk így, hogy túlhasznált szava, ez a békesség. Ugye ezzel köszönünk, áldás, békesség. Mit is jelent ez magyarul számunkra, ez a szó, hogy békesség? Leginkább azt gondolom, amikor megkérdeznénk, hogy mit jelent számodra, akkor egyfajta nyugalmat, vagy mondjuk így, hogy a harc, a békétlenség hiányát. De a zsidóknál ez a szó, hogy sálom, többet jelentett, mint valaminek a hiányát. Nem csak valaminek a nem létezését, vagy a hiányát, hanem sokkal inkább valaminek a jelenlétét jelentette, és a sálom nagyon-nagyon szorosan összefüggött az igazság jelenlétével. Béke csak ott lehet, ahol igazság van jelen. Ha most újraolvashatnám, nem fogom, mert nagyon hosszú volt így is a sok idézet Ámosz könyvéből, de azt gondolom, hogy talán megütötte a ti fületeteket is, hogy hányszor jött elő az igazság szó, hogy tiporjátok az igazságot, hogy nem veszitek semmibe, hogy igazságtalanul cselekeztek. Ámosz könyvét tulajdonképpen, mint egy ilyen ív végig kíséri az igazságtalanságnak az íve, ahogyan bemutatja a nép körében, a nép helyén, vagy ebben a társadalomban, az izraeli társadalomban az igazságtalanságot. Tudni kell ehhez, hogy Ámosz könyve Krisztus előtt 8. században született, Ámosz ugyanis ekkor élt és ekkor profétált, és ebben a században egyfajta nagyhatalmi vákum alakult ki kelet és nyugat között. Ugye tudjuk, hogy nyugaton Egyiptom volt a nagyhatalom, keleten pedig Asszíria, és valahogy itt a 8. században mind a kettő egyfajta ilyen gyengélkedő állapotot fogott ki, ami lehetőséget biztosította nagyon kis népek, nemzetek, országok számára, hogy valamilyen módon a saját lábukra álljanak, és saját történelmüket vagy jövőjüket egyengessék. És Izrael is így tudott megerősödni ezekben az évtizedekben, mégpedig úgy, hogy mivel nagyhatalmi vákum volt mindkét oldalról, ezért egyfajta saját kereskedelmi hálózatot épített föl, ellenőrizte a kereskedelmi útvonalakat, vámoltatta, stb. És ezáltal óriási nagy gazdagságra tett szert, legalábbis ahhoz képest, ami előtte jellemezte az országot. Viszont ez a gazdagság, ami befolyt, itt főleg a kereskedelem által, csöppet sem kiegyenlített módon osztott szét a nép körében, hanem mondjuk így, ahogy ma is szokták mondani, hogy az olló elég tágra nyílt. A gazdag réteg nagyon gazdag lett, a szegény réteg pedig nagyon elszegényedett. És ennek következtében a gazdagok tulajdonképpen azt tehettek meg az elszegényedett réteggel, amit csak akartak. Teljesen hatalmuk alá hajtották a nincsteleneket, és egyre kiszolgáltatottabb helyzetben juttatták őket, vagy tartották őket. Amikor Ámosz igazságtalanságról beszél, akkor erről a társadalmi igazságtalanságokról beszél. Nem elmondt igazságtalanságokról, nem eseti igazságtalanságokról, hanem nagyon is konkrét társadalmi igazságtalanságokról beszél. És azt gondolom, hogy ez az ige, amit itt Ámosz felsorol, tulajdonképpen azóta is, mondjuk így, hogy lassan 3000 esztendeje, újra és újra aktuálissá válik. Újra és újra, amikor előjön, mindig valahogy azt kell megtapasztalja az ige hallgató, hogy minthogyha a jelenről beszélne, minthogyha a mát venné kritika alá az Isten igéje. Vajon miért tartotta Ámosz, vagy egyáltalán a Biblia, miért tartja igazságtalanságnak azt, hogy az egyik ember, mondjuk így, hogy a gazdag, hatalmában tudja tartani a szegényt? Ezt talán nem kell hétköznapi példákkal ecsetelni, hogy ez hogyan történik, hiszen mindenki itt él ebben a világban, és mindenki meg tudja tapasztalni azt, hogy akinek sok pénze van, annak nagy hatalma van, és akinek nincs pénze, annak nincs hatalma, és hogy milyen könnyen tudnak rendelkezni vele, vagy akár elbánni vele.
Azért tartja igazságtalanságnak, akár Ámosz könyv, akár a többi profétai könyv, amely ezzel a témával, vagy ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, mert a mózesi törvények több helyen is gondoskodnak a kiszolgáltatottakról. Az adósokról, a szegényekről, az árvákról, az özvegyekről. Az elengedés éve például az adósság elengedését tette kötelezővé. A nagy hálaadás ünnepe szintén azokat juttatta vissza a jog hatája alá, akik már onnan kiestek, és akiknek már semmi menedékük vagy reménységük nem volt. A mózesi törvényeknek épp ez volt a célja, hogy megpróbálja, amennyire lehet, egységben tartani az Isten népét. És ez a társadalmi egységre is vonatkozott. Tehát nem csak kulturális vagy kultuszi egységre, hanem igenis társadalmi és azon belül is egzisztenciális egységre is vonatkozott. Mert ha elszakad a nagyon gazdag, a nagyon szegénytől, az idővel, azt idővel egy társadalom sem tudja békességben elhordozni. Annak előbb-utóbb egyfajta összeomlás lesz a vége, és erre a világtörténelem rengeteg példát szolgáltatott már korábbról. Istennek tehát lényegi célja nem csak az, hogy valaki ne legyen gazdag, vagy valaki ne legyen szegény, hanem a nép érdeke és a nép jövője. Mert amit az ember esetleg nem lát adott pillanatban, hogy az milyen következményekkel járhat majd évtizedekkel, akár évszázadokkal később, azt az Isten nagyon jól látja előre, hogy bizony ennek baj lesz a végén. És ezért nem engedte meg az Isten, hogy valaki az anyagi fölényét másokon való uralkodásra használja föl. Ha az előbb a Teremtés könyvéről beszéltem itt a keresztelő alatt, akkor itt is megemlítem, hogy amikor Isten átadja a teremtett világot az embernek, és azt mondja, hogy uralkodj mindenen, amit megteremtettem, egyetlen egy dolgot nem mond, hogy egymáson uralkodjatok. Ezt nem engedi meg. Nem adja át az embernek, hogy egyik ember a másikon uralkodjék. Mert az ember fölött csak Istennek van joga uralkodni, mert ő tud igazságosan uralkodni. Egyik ember a másik ember fölött csak igazságtalanul tud hatalmat gyakorolni, és ezért az Isten ezt nem adta át az embernek. Ámosz könyvében mégis azt látjuk, hogy a nép vezetői elfeledkeznek Mózes törvényeiről, és minden lehetőséget kihasználnak, hogy a szegényeket még jobban meggazdagodjanak. Ámosz ez ellen emeli fel aztán a szavát, mint az Úr profétája, és azóta is szól ez a profétai szó Ámosz könyvéből korról korra, hatalomról hatalomra. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szó, hogy igazság. Európában, mondjuk így, hogy a 21. században, ha az egyik ember segíteni akar egy bajba jutottnak, vagy egy szegény embernek, azt az önkéntesség kategóriájába soroljuk. Azt gondolom, hogy ahányan itt vagyunk, ezt mind így gondoljuk, hogyha nekem mondjuk több pénzem van, mint a másiknak, és én segíteni akarok, akár pénzzel, akár cselekedettel, akár idővel, szolgálattal, bármi mással, akkor az az én döntésem, hogy én ezt megteszem, vagy nem teszem meg. Önkéntesség kategóriája, mondjuk így a karitatív cselekedetnek, a karitatív cselekedetek azok a saját döntéseinktől függenek. Amikor a Bibliát olvassuk, akkor mintha nem ezt olvasnánk, és nem ezzel találkoznánk. A Biblia nem így néz ezekre, mármint a másik ember megsegítésére. Isten szerint ez a fajta gondolkodás, hogy nekem jogom van eldönteni, hogy segíthetek-e a másik embernek, vagy nem, ez már az igazságtalanságnak a formája. A Biblia szerint a bőség nem lehetőséget teremt mások megsegítésére, hanem kötelez rá. Amikor Ámosz bűnös és igaz emberekről beszél, akkor úgy különbözteti meg őket, miszerint az igaz ember tudja, hogy minden, amilyen van, azt arra kapta, hogy segítsen vele másokat. Azaz az emberi közösségeinek a javát kell szolgálja vele. Az igaz ember erről ismerszik meg, hogy amit kap, azt tudja, hogy az Istentől kapta, az ajándékba kapta, azt nem magára kapta, vagy önmagának kapta, hanem arra kapta, hogy ezeket megossza, hogy ezekkel segítsen, hogy ezek mások javára legyen. A bűnös ember pedig ennek az ellenkezője, aki azt gondolja, hogy minden, amilyen van, az csak egyedül az övé. Hogy melyikből van éppen több, éppen a mai társadalomban, az nyilván mindenki a saját tapasztalatai alapján könnyen el tudja dönteni. De az biztos, hogy az óriási távolságokat tud szülni az ilyenfajta magatartás. Például egy családon belül. Ha valaki mindent magának,
és a másiknak semmit, vagy egy rokonságon belül. Vagy akár egy gyülekezeten belül, hogyha így elszakadnak egymástól emberek, vagy akár egy társadalmon belül, de még akár globális szinten is igaz ez. Reformátusoknak volt most ilyen értelmiségi konferenciája Szászon, nem tudom, hogy ki követte, itt az elmúlt napokban, tehát az elmúlt hét napjain történt ez, és különböző prominens előadók is részt vettek, és elhangzott egy ilyen mondat, hogy egyszerűen nem lehet értelmezni azt, hogy mi a saját gazdagságunkból segítsünk olyan népeket, vagy olyan bajba jutott nemzeteket, akik éppen most szegénységben élnek. És azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében hangoznak el ezek a mondatok. De csak azért idézem, és most nem kipécézni akarom azt, aki ezt mondta, hanem azért gondolom, hogy ezzel mi is egyetértünk. Hiszen amit már nagy nehezen összegyűjtöttünk, az életszínvonalat, amit nagy nehezen biztosítottunk saját magunk számára, hát nem szívesen mondunk le mások javára ebből. Nem szívesebben élünk rosszabbul azért, hogy a másik egy picit jobban élhessen ezáltal. És azért fontos mindez, mert a javak elosztása, amióta az ember csak létezik, mindig a megoldhatatlan problémák közé tartozott. És mindig gyújtópontja volt mindenféle békétlenségnek. Hiszen a politika sem szól semmi másról, függetlenül attól, hogy ki van kormányon, hogy a megszerzett javakat, akár adóformájában, akár megtermelt javak formájában, hogyan ossza újra a kormányzat. És ugye régen, amikor még volt jobb és baloldal, akkor ennek megvoltak a markáns megfelelői, hogy ki vagy többet az embereknél, vagy ki kíván erősebb államot, és hogyan gyűjti be. Mindezek már szerintem a 90-es évek óta nem igazán léteznek, vagy nem igazán funkcionálnak így, ahogy a régi politológiák ezt meghatározták. De tény is való, hogy ezt éreznünk kell, látnunk kell, hogy akkor, amikor egy társadalomban élünk, akkor mindig ez adja a békétlenségnek a magját, az okát, mondjuk ez a fértékben a vízbe, ami aztán hullámokat vet, hogy hogyan osszuk szét azokat a javakat, amikkel rendelkezünk, hogy kinek adunk belőle, a leszakadt rétegeknek, vagy a közép rétegeknek, vagy a felső rétegeknek. Most csak nagyon elválasztva és nagyon markánsan fogalmazom meg mindezt, hogy érezzük, hogy miről van szó. Isten pedig ezt úgy látja jónak, hogy a gazdagokat kötelezi a szegények megsegítésére, vagy felemelésére. Hogy a távolság nem nőjön, hanem csökkenjen a két réteg között. Ezt kell meglátnunk a Bibliából, és akkor, amikor igazságról beszélünk, akkor ezt kell látnunk Isten igazsága alatt. Az igaz ember tehát azt keresi, hogy hol tud saját idejével, tehetségével, vagy a pénzével, nem csak egyszerűen mások javára lenni, mert mondjuk akkor az előbbi kategóriákkal az egyik középrétegből származó család tud a másik középrétegbe származó család javára is lenni, természetesen a szükség úgy hozza, hanem a Biblia arra is rámutat, hogy mások, de a szegényebbek és a kiszolgáltatottabbak felé szolgálni, vagy azok javára lenni, ez is beletartozik az Isten igazságában. Hogyan tudja őket feljebb segíteni? És aki érteni kívánja a szép református köszöntést, amiben békességet kívánunk a másiknak, értenie kell benne a maga kötelességét és felelősségét is, függetlenül attól, hogy mennyivel rendelkezünk. Kedves testvérek, következő kérdés az, hogy hogyan jelenik meg az igazság, hogy mi az igazságnak a feltétele. A 8. részben arról olvastunk, hogy így idézem Ámos profétát, mikor múlik el az újhot, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincs teleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Miről is van itt szó? Tulajdonképpen Izrael kultuszáról, Izrael ünnepeiről. Azokról az ünnepekről, amikor a nép, mondjuk így, hogy a hétköznapok tengerében, ugye az ünnepek, mint szigetek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy emlékezzen. Emlékezzen Istenre, Isten nagy tetteire, Isten szabadítására. Az ünnepek arra valók, hogy ne feledkezzenek el a fontos és a lényeges dolgokról. Egy nép, egy társadalom,
És ma is erre szolgál, ma is megünneplünk nemzeti ünnepeket, megünneplünk vallási ünnepeket. Mindez nem csupán a szokások rabjai vagyunk, hanem ennek fontos célja van, hogy emlékezzünk mindarra, ami volt, és abból tanuljunk, és abból erőt is merítsünk. Ezt látjuk tehát, hogy itt Ámosz arról ír, hogy a nép elitje, vagy a gazdagjai, tehát a felső 10 000, hogy magyar szleng fogalmazza, a közben, hogy ott van bent az Isten házában, és ünnepet ünnepel, az Isten nagyságos dolgairól kellene emlékezzen, és abban kellene megerősödjön, tulajdonképpen a fejében az jár, hogy mikor lesz már vége az ünnepnek. Mikor tudom már elkezdeni a bizniszt, mikor tudok már nyerészkedni, vagy mikor tudok már újra meggazdagodni. Miközben ott van az Isten tiszteletem, addig a gondolatai teljesen máshol járnak. Hogyan tudnék egy pénzből kettőt csinálni a szegények kárára? És miközben térdet hajtanak Isten előtt, vagy éppen arcra borulnak, vagy éppen úrvacsorát vesznek magukhoz, addig gondolataikban Isten ellen ágaskodnak. Nem Istent ünneplik, hanem saját magukat, a profitjukat, a nyereségüket, a sikereiket. Nagyon kontrasztos ez a kép, érezzük jól, és nem véletlenül tettem bele a mi rítusainkat is. Mert megtörténhet, hogy itt vagyunk, és megtörténhet, hogy a gondolataink nincsenek itt. Az egyik anglikán érsek mondta azt, hogy ha kíváncsi vagy, hogy mi is a te valós vallásod, hogy ki is a te valós Istened, mi is a te szívednek a valós reménysége, elegendő, ha megfigyeled, hogy legtöbbször mind szoktál gondolkodni. Vagy mondjuk így, hogy a legtermészetesebb módon öntudatlanul is hová visznek téged a gondolataid. Mert mindig annak az oltárához fognak elvinni, ami számodra a legfontosabb, ami számodra a legmagasabb helyen van, ami számodra a vallásod. Nos, Ámosz szerint az igazságtalanság forrása mindig is innen fakad. Látszatra ott lenni Isten színe előtt, szívbelileg pedig nagyon távol lenni tőle. Ez nem vezet el sohasem az igazságra, hanem mindig csak az igazságtalanságra. Az igazság forrása, hogy az ember élete minden pillanatában tudja, hogy az Isten színe előtt él. Minden gondolat, minden szó, minden tett ott van az Isten színe előtt. Az egész szív ott van az Isten színe előtt. Aki ezt tudja, annak a szíve nem tud másban bízni, csak is az Isten irgalmasságában. Aki ezt tudja, tudja jól, hogy nincs mivel büszkélkednie. Az ilyen szív felelős Isten előtt az igazságért, mások felemelkedéséért is, mert irgalmasan tud csak az elesettekre és a kiszolgáltatottakra is nézni. Mert ezt kapjuk Istentől, hogy irgalmasan néz ránk, és azért mi is nem tudunk, mi sem tudunk más tenni, csak az, hogy irgalmasan tekintünk azokra, akik körülöttünk vannak. És az annyira természetessé tud válni, hogy amikor a Máté evangélium a 25. fejezetében azt olvasjuk, hogy amikor visszajön Isten és elválasztja ugye jobb és bal felé az igazakat és a bűnösöket, akkor azt mondja az igazaknak, hogy jöjjetek, mert amikor éheztem, ennem adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok, amikor egyedül voltam, meglátogattatok, és akkor megkérdezik, de mikor tettük ezt? Észre sem vették, nem is, tehát nem azért tették, mert ezt tenniük kell, hanem mert egyszerűen értek és így értek. És akkor azt mondja nekik Jézus, akkor, amikor egyel a legkisebbek közül megtettétek, akkor velem tettétek meg. Ez a Jézus tanítása, és erre tud bennünket elvezetni Jézus. Ide tud bennünket eljutatni, hogy ez annyira természetes legyen, hogy szinte magától értetődővé váljon az életünkben. Mondtam az elején, hogy Ámosz könyve nem egy könnyű íromány. Tehát aki most ezt napról napra végigolvassa, azt gondolom, hogy igencsak sokat fog gondolkodni, hogy vajon hol is vagyunk mi ebben. Hol van a mi helyünk? Hiszen mondhatnánk, hogy hát mi olyan szegények vagyunk, bennünket ez nem fed, ez az ige, vagy nem akar változtatni rajtunk semmit, hiszen hol tudnánk mi segíteni másokon például. De nem csak erről van szó. Itt volt a felolvasott ige szakaszban egy kemény vers, ami így szólt, hogy
sosem felejtem el, hogy miket műveltek. Jákob büszkeségére esküszöm. Nagyon érdekes itt ez a hozzátoldás, hogy Jákob büszkeségére esküszöm, mondja Isten. Esküdni általában arra szoktak, ami örök, ami időtálló, ami stabil, ami soha nem fog megváltozni, és akkor azt mondjuk, hogy na az én esküm is ilyen stabil lesz, ilyen időtálló lesz, ilyen soha nem fog megváltozni, eskü lesz. És mire esküszik Isten? Jákob büszkeségére. Nem a napra, nem a holdra, nem a földre, vagy akár mint bármi másra, hanem azt mondja tulajdonképpen szarkasztikusan, itt Ámosz így fogalmaz, ezt adja neki Isten lelke, hogy Jákob büszkesége az, ami soha nem fog megváltozni. Az, ami ennyire stabil, ami ennyire szembe megy az Istennel, na arra esküszöm én, hogy nem felejtem el azt, hogy tesztek vagy tettetek. És ez a nem felejtem el tulajdonképpen erre utal, ez nem egyfajta fenyegetés, hanem azt mutatja meg, hogy a világrendje hogy működik. Az igazságtalanság büntetést érdemel. Az igazságtalanságot meg kell büntetni. Ez a világrendje. És azt gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. Amikor bennünket ér igazságtalanság, akkor nincs más vágyunk, csak az, hogy valaki tegyen már végre igazságot. Valaki büntesse már meg azokat, akik igazságtalanok. Az igazságtalanságot meg kell büntetni. És ez az, amiről Isten nem feledkezik el, mert ez az ő teremtettségének a rendje, és erről gondoskodik az Isten. És itt érünk át a 9. fejezetnek az ígéretére, a reménységére, a jövőképére, amikor arról beszél Ámosz, hogy vissza fog jönni, el fog jönni az a király, aki Dávid trónját újra felépíti, és újra igazságot teremt az országban, aki helyreállítja a rendet, és az igazság ömleni fog, mint a bővízű patak, és ez fogja meggyógyítani az egész teremtettséget. Ámosz proféciája rendkívül különös. Arról ír, hogy különös körülmények között is lesz majd például termés. Amikor a szántó az aratás idején szánt, a szüret pedig a vetés idején lesz, ezt olvastam itt föl, az egy nagyon különös profécia, hiszen akkor, amikor szüretelni szoktak, akkor nem szoktak vetni. Akkor, amikor aratni kell, nem akkor megy a szántóvető. Ugye ez a világrendje. És itt mégis azt mondja Ámosz, hogy akkor, amikor learatják a termést, akkor, amikor már rossz idő van, akkor, amikor már télvíz van, akkor, amikor már csak hideg víz folyik le a sziklákon, a hegyekről, akkor az Isten megjelenik, édes must és bor fog lefolyni ezekről a sziklákról. Miről is szól ez a nagyon különös profécia? Arról, hogy Isten az igazság által nem csak szociális, nem csak a társadalmi környezetben vagy keretben fogja meggyógyítani a kapcsolatokat, vagy fogja meggyógyítani a teremtettséget, hanem az egész teremtettséget, ez az igazság hordozza, az Isten igazsága. Az Isten igazsága, amely tudja, hogy a bűnt meg kell büntetni, az igazságtalanságot meg kell büntetni. Ez az Isten igazsága, és amíg ez nem történik meg, addig tulajdonképpen az egész teremtettség egy nagy sötétségben kóvályog, és keresi a maga útját, és nem talál célt a saját életének. És kedves testvérek, ez a mi keresztény reménységünk, hogy amikor a világúra, Dávid leszármazottja, visszajön közénk, akkor nem csak, most még egyszer mondom, szociális értelemben, hanem a teremtettség minden értelmében újjá teszi ezt a teremtést. Azért mondom, hogy a mi keresztény reménységünk, mert a többi vallás nem számol igazán ezzel a világgal. Egyfajta szükséges rosszként kezeli, hogy igen, itt vagyunk egy darabig, de aztán majd, hogy innen kiszabadulunk, na akkor jön el az Éden, vagy akkor jön el Paradicsom, vagy akkor jön el a Mennyország, vagy bármi egyéb más, akkor leszünk igazán szabadok. A keresztény reménység ezzel a világgal is számol. Isten azt ígéri, hogy ezt az egész teremtett világot újra fogja teremteni. Nagyon különös, tehát nem tudjuk elképzelni, hogy ez hogy fog megtörténni, és akkor ugye beindul a tinédzserek fantáziája, a statisztikák, meg a négyzetméterek, meg az emberek száma, meg minden egyéb, de azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, tehát nem ezekben az adatokban rejlik meg a titok, hanem abban, hogy
Isten azt ígéri, hogy amikor ő igazságot tesz a Földön, akkor az mindenre kihat. Kihat még a termésre is. Kihat a szociális igazságokra is. Kihat a belső szívünknek az igazságaira is. Mindenre kihat. Istennek fontos a teremtése, és nem hagyja veszni. Egészen annyira fontos a teremtése, hogy maga is részt vállal benne, akkor karácsonykor testet ölt, Jézus Krisztus emberré lesz, akkor annyira részt vállal benne, hogy belülről akarja ezt a gyógyítást elvégezni. Belülről akarja meggyógyítani ezt a világot. Nem kívülről, nem hókusz-pókuszok segítségével, hanem bele, mélyedve, benne léve viszi végig az egész gyógyítást. Ezt a gyógyítást pedig Jézus Krisztus nem is tudta volna másképpen elvégezni, mint hogy elvállalta az igazságtalanságnak a büntetését. Mindenki igazságtalanságainak a büntetését. Nem azért jött, hogy ítéletet hirdessen, hanem hogy magára vegye az ítéletet. Nem katonai parancsnokként érkezett, aki majd irányít itt mindenkit, hanem szolgai formát vett föl, rabszolgája lett mindenkinek. Elárulták 30 ezüstért, megtagadták, meggyalázták, hamis tanúk által juttatták keresztre. Az igazságtalanságnak az áldozata lett, hogy az igazságtalanság árát meg tudja fizetni. Egyszer valaki azt mondta, hogy ezt a sokszor hangoztatott tényt, amit mondjuk lehet, hogy ti is hallottok itt vasárnapról vasárnapra, Jézus Krisztus meghalt értünk, meghalt értünk, meghalt értünk. Szóval ez már úgy tudjuk, ismerjük a betűket, a szavakat, ismerjük talán a tartalmát is, de már igazán nem jelent nekünk túl sok mindent. Egyszer valaki erre azt mondta, hogy sokszor hangoztatott tényt nem tudta egészen addig elfogadni, amíg fel nem ismerte, hogy Jézus nem csupán értünk szenvedett, hanem velünk együtt szenved. És aki ezt átéri, azt, hogy a szenvedéseiben ott van mellette Jézus Krisztus, hogy együtt érez vele, hogy átéli szenvedésének minden fájdalmát. Aki átéli mindezeket, az többé már nincs önző érdekek alá vetve saját egója által. Hogy nem irányíthatják politikai szlogenek, hogy tudja, hogy az Isten úgy adott igazságot neki, hogy a saját fiával szemben volt igazságtalan. Úgy tett bennünket gazdaggá, hogy a saját fiát megszegényítette. És mindezt azért adta, hogy mindenünkkel, amink van, amit kaptunk, amit ajándékba kapunk az Istentől, segíteni tudjunk az elesetteknek, a kiszolgáltatottaknak, a gyengéknek, konkrétabban az éhezőknek, a szomjazóknak, az egyedülállóknak. Aki az Isten gazdagságában él, nem nézheti el, hogy mellette éheznek, szomjaznak, vagy szenvednek. Úgyhogy kedves testvérek, ébresztő, és cselekedj azért, amiért Jézus Krisztus is eljött, az igazságért, amely enni ad az éhezőnek, inni ad a szomjazónak, ruhát ad a mezítelennek, és odáll a gyengék, elesettek és egyedülállók mellé, mert Krisztus is ezt tette. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételére, a 230. számú dicséretünket énekeljük el. Thank you.
miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, elénk adja ezt Pál apostol Korintusba küldött első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, eme pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben.